estét kívánok! Jó estét kívánunk, köszönjük szépen! Még mielőtt bármi másba belekezdenénk, nagyon sok szeretettel köszöntöm, és köszöntjük mindannyian születésnapját ünneplő kollégánkat, Gál Völgyi Jánost! Tessék, Pence! Köszönöm szépen! Viszkit adod a bajornak, ő nagyobb hasznát veszi. Jön a nyári szünet, nekem július 4-én van. Olyan aranyos vagy, csak majd ajándékot utána majd. Az ünnepség tisztelete, légy szíves, énekeld el a János Ingét. Ismered a Kottát? Happy birthday! De direkt ezt a számot hoztam, ilyen ajándékot. Mindenki tudja, mi? Balázs Palinak öltöztél ma, vagy csak kérdezem? Most, hogy már megkapta az üveg viszkit ajándékba, most még egyszer elmondanám. Majd alszom én, ha megint... Olyan aljasak, hogy meg vagyok hatódva, és nem tudok rosszakat mondani. De miért? De ez nem tart soká, igaz? Egy perc. Nyitott ki a viszkit. Hogy? Miért nem nyitott ki a viszkit? Mert reklámnak minősül. Tugd el a tetejét! János, tőlem is kapsz ajándékot. Ezt csak úgy hoztam megmondtad, de akkor neked adom, ezt Ola Edith festette, és például a Jussit állandóan csak profilból látod, Mona Lisa. Nagyon jó. Hát így se szebb, de... Én is fölvegyem, nekem is van kapucnim. Akkor ez nekem az ajándék. Esküszöm, hogy hasonlítotok egymáson, és komolyan mondok. Valahol milyen aljas vagy. Hála Istennek. A Mona Lisa mosolya híresül el, és a Hernádi vigyora. Na, hála Istennek, ezen a héten sem szűkölködünk a hírekbe, de még mielőtt ezekbe belekezdenénk, nézzük, milyen kommentárokat küldtek önök ahhoz a hírhez, amelyet alig-alig tudtam felolvasni az elmúlt adás végén. Miért nézzel? Azért, mert nem tudsz olvasni, mit tehetek én róla? Hát ha zaj van, én normális vagyok, megmondták a hangok is. A hír így szólt. A hír így szólt. Egy süket néma férfit vádolnak életveszélyes telefonos zsarolással Kolumbiában. Móricz Tamás törzs kommentátorunk az ítészek oldaláról közelített a hírhez. A bemutatott orvosszakértői vélemény a bíróságon süket fülekre talált. Vermes Ágota a Budapestről már az ítélethirdetés utáni pillanatot ragadta meg. Egy biztos, a vádlott az ítéletet szó nélkül vette tudomásul. Idézetjátékunkra ezen a héten is nagyon sokan írtak, többek között Szabolcs nevű kedves nézőnk, aki arra kért bennünket, hogy amennyiben tetszik az általa beküldött idézet, jutalmazzuk egy bögrével. Mi szíves örömest eleget tennénk a kérésnek, ha elérhetőségéről nem csak annyit tudnánk, hogy Szabolcs. Ami pedig az általa beküldött idézetet illeti, bizony ugyancsak elgondolkodtató. Aki állandóan a múltba fordul, az seggel megy a jövőbe. Kati aláírással Békés Csabáról kaptuk a következő idézetet Lawrence G. Peter tollából. A teve olyan lóhoz hasonlít, amelyet egy bizottság tervezett. Végül pedig fel kell olvasnom egy közleményt. Nem végül, de fel kell olvasnom egy közleményt. Farkasházi Tivadar a múltkori adásban visszaélt a nevemmel. Megjegyzem, nem először teszi, és azt állította, hogy az asztal alól kirángatott pogácsát én sütöttem, amiben Verebes Istvánnak majdnem beletörött a foga. Szeretnék elhatárolódni az ilyen sajtóhamisítási módszerektől, az említett pogácsákhoz semmi közöm, máshol bérelhette. Aki kételkedik a szavaimban, kérem, kóstolja meg az én pogácsáimat. Farkasházi Tivadarné született Benedek Noémi. Ide van írva, hogy ha ez így megy tovább, lassan már csak az utóbbit használom. Tessék, tudtam én ezt. Körbe mennék a pogácsákkal, parancsolj kérlek. De ez nem sajtóhiba volt, hanem sajthiba. Tessék.
Kettőt vett, tudtam. Igen? Parancsolj. Én vagyok a... De ezt kisütöttem, mert azért nem... Ezt ő. Mielőtt, ez tényleg a mi viszont. Ez tényleg mi? Parancsolj. Ugye? Köszönöm. De a piroska úgy viszi. De miért ilyen nagy a füle? Büntetésbe nekem nem adod. Nem. Ez a múlt heti. Csak fogás, egy vassói apró pecsét nem tudod hozni az asszony. Negyed órás szünet lesz, mondta még zenéljük, de... És egy történet, két hét... Mondjátok neki, hogy jó. Köszönjük, jó. Mimi, nagyon jó. Finom. Jó, kérem. Kettő héttel ezelőtt a délutáni órákban egy vasárnapi napon erre kódorogtam, erre autóztam, és a szerkesztőségünk ajtaja előtt toporgott néhány ember, egy házas pár, és megálltam, hogy megkérdezem, mit akarnak, vagy mit szeretnének. Hát autogramot a Havastól. Alá is írtam, nem. Hanem kiderült, hogy Szlovákiából jöttek Érsekújvárról, és ajándékot hoztak. No. Hernádi Juditnak. Nekem. Bizony, és ezt átadták nekem, az ajándék mellé pedig egy rövidke kis levelet is írtak. Bizonyára emlékeznek, hogy 3 héttel ezelőtt, igen, beszéltünk Miss Livetz Feriről. Igen. Tudod, akit te ismersz? Én ismerem. Nem beszéltünk, a Gálvölgyi. Miss Livetz Feri. Ez adta az ötletet az érsekújvári Stern családnak, hogy felkeressék szerkesztőségünket. Mondom a levelet, olvasom. Tisztelt Juditka, Miss Livetz úrral kapcsolatos eszmefuttatásuk késztetett arra, hogy egy csekély ajándékot küldjünk önnek, mert meggyőződésünk, hogy nem a Miss Livetz Feri az igazi Miss Livetz, hanem ez, melynek elfogyasztása után mély gondolatokra is szert tehet egészségére. Tisztelettel, Stern család, Érsekújvár, Szlovákia. Az van ráírva. Figyeld meg kérlek, az van ráírva, hogy Stara Miss Livetzka, az öreg Miss Livetz, és itten van a Miss Livetz Feri képe. Mutasd! Tessék! De hely. Öreg vadász! Gyuci, húzd meg! Ne akart, te komolyan mondom, nem, nagyon rossz hatással van a szesz. Gratulálom! Miss Livetz Feri cseppfolyósítva árulják az egy gyereket. Megnézem már, ennyit dumáltunk a Feriről. Megöregedett nagyon, nézd meg. És Stara, az öreg. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Ja. Gálvölgyi János! Hernádi Judit! Veremes István! Kern András! Farkasházi Tivadar! Nem beszélve arról, hogy még van másik 10 millió itt, aki nem olyan híres, de legalább olyan fontos kellene, hogy legyen. Hát bizony. De erről volt egy eszmefuttatás, azért most mindegy, hogy sikerül-e összehozni annyi pénzt, vagy hát nem mindegy, vagy lesz-e, vagy nem lesz, vagy 12-ben lesz, vagy rá 4 évre. Ami egy nagyon érdekes dolog, hogy hallottam, hogy akik olimpiát rendeznek azokban az országokban, erre jelentős olyan erők gyűlnek össze, akik ingyen dolgoznak. Méghozzá jól, úgyhogy éveket... Jó, mert mi úgy bizony, csináljuk mert mi erre hajlamosak vagyunk. Hajlamosak vagy önkéntesekből álló csapatok vannak, akik ugye az autókat rakják, hoztam dirigálják az embereket, ugye rendezik a dolgokat, hogy kinek hova kell menni. Szóval ez szerintem ránk magyarokra roppant jellemző. Ki kéne találni ilyen tuti magyar számokat, amiben biztos mi lesz az ilyen 400-100 méteres pénet szólás, ilyenek. Te vagy egy ilyen sportszakért, de mondjuk megvan az olimpia, hogy utána mit csinálunk? Szóval van 6 marha stadionunk, hát ez a 200-300 ember bárhol nagyon tudja verni egymást. Tényleg ott...
De azokkal létez... Arra, pártkongresszus tartunk benne, miért? Az biztos, hogy mi a Gábölgyivel készülünk szépen, mert az, hogy a Lukács uszodában ott azért néha elmegyünk az egyik faltól a másikig, és vissza, azzal egy bizonyos... Lehetne. Hát lehetne, lehet azt nevezni, hogy senior, senior versenyzés, de azért az szépen fogsz alap... Nem lesz ott baj, úszás ha tekintetében. Nem. Na például lehet ebből a Lukács úszodnak szerint, ha ti ott úszkáltok, lehet egy olimpiai szám, hogy kinek lóg sokkal lejjebb. Töke? Az egy nagyon nehéz szám. Tehát úgy van, hogy csak neked mondom, elúszunk a medencét. Képzelj el egy medencét. Hogy? Ez a medence, tehát nálam otthon van 4 darab, de hogy Lukács, hogy az egyik oldaltól, de hosszában átérünk az Andissal, hát egy olyan fél óra alatt. De a másik oldalra. Megállunk a másik oldalra. Nem ott domálunk egy órát, és akkor nekünk még vissza is kell ide jönni, mert itt a papucsunk. Nagyon kevesen csinál, mert valaki cikázik, érted, mint az áll. Közben? Rágyújtunk. Rágyújtotok? Persze, nem, rágyújtunk, és üvegeket csapkodunk a falhoz. És hova havuztok? Ne, a vízbe, hát ki látja. Szalámi héjakat dobálunk, olyan kemény főttojásokat bontunk. Isten, ilyen érezzük. Nyom, nyarag, telel. Sárga lapot kapott Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, mert összeakasztott a saját 16-osán az ellenfél sarkának. Csatárának sarkát. Össze-vissza vannak a kérdések? Miért? Nekem ez így pont sorban. Nagy dolog, hogy... Nekem Vazitára e-mailen küldik, de teljesen más sorban. Még egy régebbi állapot. Hallgass meg! De mi az, hogy összeakasztottam? De írtam rá valami kellemetlent, és nem találom. Elkezdem elő. A hír, várja, megtalálod addig. Összeakasztotta, hátra is köthette volna, ha éppen... Hanyas, egyes? Egy pera. Egy pera. Jézusom, itt tartunk. Az esetet egyébként maga Orbán Viktor is elismerte a lozanni sportvilágfórumon. Az eddig lejátszott 30 bajnoki... Sziertetlen, ott is ezzel foglalkoztak. Mi van, felcsúrt dobozon? Az eddig lejátszott 30 bajnoki mérkőzése már... Hát ez hihetetlen. Hát, hogy ott is ezzel foglalkoznak, érted? CIA-t bízták meg, hogy nyomozza ki, hol van ez a felcsút doboz. Na, jövőre jelenik meg Móricz Zsigmond erotikus naplója, amelyből kiderül, hogy az író igen nagy természetű volt, hitvesét Simonyi Mária színésznőt butának nevezte az írásban, és kendőzetlenül val kicsapongásairól. De már előbb az idei könyvhétre megjelenik Havas Henrik erotikus naplója, amelyből kiderül, hogy ő még nagyobb természetű volt. Kalandjai Szegvári Katalintól Kleopátra egyiptomi királynőig tartanak. A névsorban Gombaszögi Ella, Karádi Katalin, Lukrécia Borgia, Stuart Mária, Gobbi Hilda, Bátori Erzsébet, Csiszár Jenő és Vágó. Róluk mind lerántja a leplet. Nekem a Móricz könyv az jut eszembe, hogy akkor egész másképp hangzik a egyik legszebb könyvének a cím, hogy légy, légy, mint halálig. Visszatérve, én már a múlt héten megkaptam a Havasnak a könyvét. Jaj, letehetetlen. Azért, mert hogy ma azt mondja a Havas, hogy ő nem bántott meg senkit, ő csak őszinte volt. Szóval, hát ha őszinteség, akkor elmondom, hogy... Mert ugye az előző könyvét, ami 2 héttel ezelőtt jelent, már így van, van egy polc, Havas polc elindult. Mindenhol ez a rusnya pofája van rajta. Egyik kép rosszabb, mint a másik. Ezt igen. Most komolyan mondom. De ez állítólag nem szép. Nem a kép rossz, ő borzalmas, ahogy kívül. De mit akarsz? Ne, hát olvastam a Vágót, olvastam a Fideikus, olvastam a Csiszet, és állítólag engem nem szíd. Hát más jelvtárs már le van szalva. Téged meg engem. A sorok közt kell olvasni pedig. Bennünket csak megemlít, mert azt hiszem, ő tudja, hogy mi is tudunk írni. Talán azért nem. Az, szóval az a helyzet ebben a Havas Henrikkel, hogy nagyon kedves ember, de el akarja adni ezt a könyvet. Csak jövő héten nem tudom, mi lesz, mert nem jelenik meg Havas könyv, és... Rólam azt van még írta... Megírhatja. Rólam azt írta, hogy valósággal áttetsző vagyok. Azt úgy érti, hogy a fannyát vágsz.
Orbán Viktor a következőképpen reagált arra a hírre, hogy Megyesi Péter lesz a szocialisták miniszterelnök jelöltje. Isten bizony mondom, olyan jól eldolgozgatok itt a kormányban miniszterelnökként az ország számára fontos ügyekben. Az, hogy milyen ellenfelet küldenek a menedzserek a másik oldalról, legyen az ő problémájuk. Én ott leszek kellő időben. Bocs, hogy mondtad, hogy eldolgozgatok? Ezt úgy szeretem, hogy eldolgozgatok. A szocializmusban volt ez a duma, hogy hát ha ti csak fizetgettek, akkor mi csak dolgozgatunk, nem? Nem tudom, azt hiszem, hogy Magyarországon nem csak a politikai élet, a politikai életben leginkább az hiány, egy valami hiányzik nagyon. Az elegancia. Szóval, hogy én arra vagyok büszke, hogy az én ellenfeleim, azok mind nagyon tehetséges, kiváló ellenfeleim. Még egy érdekes szó benne, hogy a menedzserek. Most múlt héten a Pokorni azt mondta, hogy neki mindegy, hogy bankár vagy diplomata. Most én azt gondolom, hogy a bankár, a diplomat és a menedzser a 10 legfontosabb foglalkozás között van, és nagyon fontos, hogy jól végezik a munkájukat. Tehát azért, mert lopott valaha egy bankár, vagy egy menedzser, vagy olyan, bocs, egy diplomata csinált valami disznosságot, talán nem kéne a szakmáról így nyilatkozni, mert ez olyan dolog lenne, hogy kés. Hát lehet enni vele, meg ölni, hát gyufával lehet gyújtani, meg gyújtogatni. Hát... Nagyon kellemetlen dolog. Találhatnak a Medgyesin fogást, mert ugye a kommunista kormány miniszterelnök helyettese, meg minden pénzügyminiszter volt, de ennek ott lóg a nyakában a becsületrend. Megyesi Péter szerint a Fidesz által használt polgár megszólítás megosztó és a honfitárs alkalmasabb a nemzeti egység kifejezésére. Nem lehetne egyszerűen csak embernek nevezni a többieket? Azt mondja, emberek. Én rögtön tudnám, hogy kiről van szó. Hát azért olyan sokat nem tudnám mondani. De mind a két fogalom nagyszerű, semmi baj addig vele, amíg valaki tényleg nem próbálja kisajátítani. Tehát mi a polgár? Szabad, független, tiszteli a törvényt. Na, a honfitással ugyanolyan baj lesz, hogyha azt mondják, hogy ez nem honfitás, mert idegen szívű. Akkor ott vagyunk, ahol a part szakad. Ahol a párt szakad. De ha a nagy koalíció lesz, akkor azt fogják mondani. Polgárok, honfitársak, elvtársak. De a legjobb az, amikor azt már meséltük, hogy amikor két statiszta alabárdos benne állt a színpadon, és valaki nem jött be, valami főszereplő. És az ügyelő beszólt, hogy beszéljenek valamit. Hát mi van, f***i? Mindjárt egyszerű a megszólítás. Az április 1-én Kínában kényszerleszállást végrehajtó kémrepülőgépet ugyan visszakaphatja az Egyesült Államok, ám a felszállásra Peking nem ad engedélyt. Így az amerikaiak kénytelenek szétszedve, ládába csomagolva hazavinni a gépet. Hát a postás nem érdem, aki a Pentagonba kézbesít. Itt tessék aláírni. Egy darab repülőgép becsomagolva. Hajón viszik, vagy hogy viszik? Nem, hát leszállási engedély, és annak is gyalog. Azt képzeld el, azt a palit, akit oda küldjenek Kínába 3 hónapig, szedi szét a képet, hogy az mit káromkodik. Ír magára, szét kell szedni Kínában. Az utolsó nap tudja meg, hogy mégis repülhet. Egy amerikai és kanadai kutatókból álló csoport arra a megállapításra jutott, hogy az Oscar-díjasok átlag 4 évvel élnek tovább, mint a szobrocskát nem birtokló kollégáik. Mi hamar megdöglünk innen. Ez olyan biztos. Neked milyen díjad van? Nekem rengeteg díjad de van. De mondj egyet! A Kossuth díjon kívül minden majd. Érdemes művész díjad van? Azok halnak korán. Nektek egy levelet. Zoltán Gyula írta, azt mondja, kedves művésznő, mert nekem írta. Ja, hát közülünk csak te vagy a művésznő. Megosztanám önnel is az alábbi kis sztorit. Bizonyára örülni fog neki. Vanilla, 3,5 éves, és reggelente szoktunk találkozni. Egyik nap azt mondta... Elolvastad, az vanília, nem? Mi az, hogy vanilla? Először én is azt olvastam, hogy vanília, de nem, mert vanilla. Vanilla Ice. Egy név. Menjünk tovább. Jó. Legyen ebben. Csokoládé is egy név, a csokoládé? Várjál, hogy reggelente szoktak találkozni. Szóval itt egy gyerek vegyes, az vanília csokoládé.
Hát, hogy Orko Vágyi Stracciatella, ugye? Hallgassuk a Jucit! Szóval Vanilla, aki állt... Vanilla azt mondta, 3 éve. És szokott vele reggelente találkozni, azt mondta neki. Azt mondta, papu, ezt írta, igen. Láttam tegnap este heti hetesben a pasikat. Igen, és kiket láttál? Hát Palikát, meg Jucust. És Ernőt, őt nem láttad? Miféle Ernőt? Kérdezte Vanilla. Hát Jucuson és Palikán kívül van Ernő. Papu, az nem Ernő, az Gálvölgyi só. Őszinte tisztelettel gratulál mindhármunknak, és ezt mondta, hogy adja. Köszönjük szépen. De tényleg ez milyen kellemetlen lehet, most gondoljatok bele, egy szerencsétlen Pali mondjuk asztalos szeretne lenni, érted? És ehelyett a havasnál lehet egyetemi tanár évekig ott most. Szörnyű dolog, de komolyan. Kernandisról tudom, mert 12 éves neki van alibije, hogy mióta gondolja ezt, hogy neki ez van érzéke, de ti ott a balszányon hány éves korban? Hát, hogy elszabadultok így a művészettel. Én soha életemben nem akartam semmi más lenni. Ja, hogy... Igen. Ja. Én egyszer szerettem volna a fizika tanár. Ezt is akkor... Ez egész iskola azt mondta. De a tanárnőt? De én... Én azért nem akartam más lenni, mert nem voltam kellően informálva. Hogy te, lehet más. Hát egy dinasztikus. Hát mivel nem ismertem bankjár, mondjuk a havast. Mert akkor én mindig havat szerettem. De, na, de te dinasztia vagy, de hát a Bajor otthon... Mi Bajorok nem vagyunk egy ország? Bajor Gizi volt a nagymamáj, vagy nem? Hogy? Ezt kérdezték, hogy neked a Bajor Gizi rokonod volt. Te neked hogy lenne jobb? Engem speciál nem érdekel. Szóval Akkor igen. Na, mi? Igazi neved, hogy Bajor? Na, menjünk tovább akkor. Csomó hír van még. Komolyan kérdezték az utcán, hogy a Bajor úrnak a Bajor Gizi a rokona. Mondtam, édesanyám. Igazi nevem. Fodor Lajos vezérezredes a honvédelem napján arról is beszélt, hogy radikálisan csökkenni fog a belgyógyászati okok miatt alkalmatlanok száma. Kaptam egy levelet. Mondja, kedves Jáksolászló, ezt most te muszáj. Kedves Jáksolászló, kivételes artikulációs és beszédtechnikai képességeidet, valamint árnyalatokban gazdag, tudatosan képzett interdentális szigmatizmusodat értékelve és nagyra becsülve, ezúton szeretnénk meghívni, mint díszvendéget a Krokó Tehetséggondozó Gyermekstúdió évadzáró vizsgálőadására. Mi van neked? Interdentális... Mit az tudom? Egész levélre annyit tudok mondani, ha naponta 2 Xeduxent beveszel, ez elmúlik. Ez az egész. Na még egyszer. A pollenallergia... Már megnézted, hogy mi az az interdentális szigmatizmus? Nem, az ma kaptam. Hát biztos, hogy fogak közötti, ezt úgy latinilag. Az interdentális, ez stimmel. Szigmatizmus. Nem, stigmatizmus lehet, és akkor sebek vannak rajta, nem tudom. Stigmatizmus. Aha. Nem az van odaírva, csak úgy értem. Igen. Tehát ezt lehetett volna magyarul is írni végül is. Igen. Sebek vannak a fogaim között. Igen. Köszönöm. Fodor Lajos vezérezredes a honvédelem napján arról is beszélt, hogy radikálisan csökkenni fog a belgyógyászati okok miatt alkalmatlanok száma. A pollenallergia miatt a sorkötelesek már nem ússzák meg a szolgálatot, mert őket ezentúl télen hívják be. Igen. És nekik abban az évben nem tavaszodik ki. Hát ez hogy lesz ez? Normális. Én hallottam egy sorozási történetet, hogy kérdezték az újonctól, hogy maga hol akar szolgálni, azt mondja, a partizánoknál. Hát azok csak háborúba kellenek, én tudok válni. De bocs, itt a múlt héten hallgattalak titeket, itt 5 voltatok náthásak. 33 éve vagyok allergiás, és ez olyan volt nekem, de egy mackós vagy egy 20-os bankrabló társaságában 4 besúranó tolvaj dicsekszik, hogy már 2 hétre bevitték őket. Egy intézetbe kimutatták, hogy mire vagyok allergiás. Ez egy lista. Megmutatom. Teddy, örülünk, hogy ma itt vagy. Becsület szavamra. Nagyon nagy dolog. Én nem vagyok jó színész, de arra gondoltam, András, legyél én, és akkor én most bevonulnék. János, legyél az őrmester. Jó, hogy biztosítsátok a... Megadjuk. Seregben nekem a...
pólenmentességet. Farkasházi Honvéd, van valami baj? Ezedes úr. Nekem a Hippocampus intézetben kimutatták a kereskedelmi szolgáltató BT-ben bankszámla 03-02-253-303, csak 3 van az egész. Bizony elég sok mindenre vagyok allergiás, és kérdezném, hogy ha én bevonulnék, hát, hogy akkor tudnának-e én rajtam segíteni. Elsősorban a streptokokinum hemotoluxusra, a tilaroidra, az L-glutamin acidra, és a Kentucky Blue fűre vagyok. Szintem a fried chickenre. De hogy hol szedte össze ezeket engem, hát ezért? Ez egy amerikai fű, hát nem de tudom. Hogy ez a gaba allergia, hogy ez mi. Már én is racsolok, az Isten belje. Babát nem tudom. Bajor ezredes, most nézzem meg, most komolyan mondom. Ilyen klipit én még nem láttam soha. Adok magának is egyet. Azt mondja, az nem kívánok. Nikotin az még hagyján, de hogy azt mondja, hogy koton. Hogy az is van benne, hogy kotonra is. Na de mondja, cotton wood, az gyapott erdő, gyapott fa, azt jelenti. Hát ezen kívül allergiás vagyok. Egy Hawaiian Lily nevű anyagra. Ez bizonyára egy Hawaii Lily nevű hölgy. Lemonra is allergiás. Overhead projektor fine point penre. Azt nem tudom milyen mi. Elegáns betegünk a rohadt életben. És ide alulra van nekem írva, hogy allergiás vagyok 1970 és 2001 között az összes magyar tévéelnökre. A nagyon éhes, sokat zabáló értelmiségiekre évente 100 szón. Tényleg, Teddy, ha ne talántán nálunk lenne valami probléma, akkor téged milyen vonalon lehetne használni? A katonaságnál? Igen. Igen. Feldejtő. A svéd hadsereg szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be. Radikálisan csökkentették a túlóra keretet, ezért az idén már csak nappal lehet számítani a haditengerészet szolgálataira. Alulírott Sjön Tengerman, haditengerészeti kapitány, a következő kéréssel fordulok ő felsége svéd királyhoz. Túlóra pénzünk radikális csökkentése miatt este 7:30-tól reggel 6-ig tovább egyáltalán nem tudjuk visszaverni sem az amerikai, sem a volt szovjet tengerjárók iszonyatos támadásait. Ezért kérem Nebenwürgen kazánfűtő, Volker Höf kormányos havi 200-200, és Toljörgen és Höfenhelmer fedélzeti matrózok havi 100-100 koronás túlóra pénzének azonnali felemelését. Szíveskedjék felséged visszamenőleg január 31-től engedélyezni, különben sem Stockholm, sem Göteborg biztonságát nem tudjuk garantálni, legalábbis a víz felől. Azt ismeritek, hogy bementem egy fogadóirodába, de kidobtak, hogy nem adnak fogat. Azért, hogyha a havas nézi, akkor legközelebb legyen. Igen? Te tudod. Köszönöm. A havas nyilatkozott az egyik tévécsatornán. Mindegyiken, mi az egyiken, mindegyiken. És a Bóta Gábor beszélgetett a havassal, és ott azt mondta, hogy ez a Jáksó, és hát ez az életben, ez annyira helyes fiú, és kultúrát, és minden, és akkor, amikor ott van ezekkel, akkor kiver a víz, amikor ezeket a vicceket... De ugye leanyázta ezt az egészet. Kiveri a víz. Kiveri a víz, igen. Mi másért mondanám? Most azért... A szünet előtt arra gondoltam, hogy direkt Havas úrnak, hogy legyen miért utálnia. A siker két alapszabálya. Egy. Soha ne mondj el mindent, ami... Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést februárban Haraszti Miklós és Pető Iván, akik szerint egy év alatt 15 milliárdot vertek el a magyar televízióban. Az ügyészség előbb feljelentés kiegészítést rendelt el, majd a beérkezett papírok alapján a rendőrség már megalapozottnak találta a gyanút. Nincs itt a havas különben, mert ez egy jogi formula, nem, hogy ismeretlen. Tehát én ellenet teszek fel, azt mondom, hogy ismeretlen ellen teszek. Tudom, hogy te vagy az, csak én nem értem ezt, hogy miért ismeretlen. Nehogy azt higgyék, hogy elfogultak, holott tudják, hogy kilopott, ugyebár.
De hát... Én nem tudom, hogy jövője, vagy 5 év múlva, de minden 4 évben azt szeretem, hogy esetleg változik a kormány, hogy elfelejthetem annak a 100 embernek a nevét, akit meg se jegyeztem. De az a szép, valaki elmagyarázta, talán éppen a Pető magyarázta el valamelyik reggel, hogy a következő történt. Tehát az a 15 milliárd, az úgy jött össze, hogy tehát 8 milliárd köztartozása volt mondjuk a társadalombiztosítás felé. Azt ugye egyszerűen levonta az én fizetésemből. Tehát az benne van az a költségvetésében, az nem az övé, amivel nem gazdálkodhat, mert azt neki be kell fizetni. Tehát egyrészt egyszer levonta, megtartotta, másrészt nem fizette be, és most majd be kell fizetni azt, amit már egyszer elköltött. Érthető? Hát az ismeretlen tettes. De te az ismeretlen tettes elfogásához a rendőrség, a lakosság segítségét kéri. A gyanúsított 172-174 cm magas átlagos testalkatú, erősen fideszes jellegű. Bejelentéseket a 107-es telefonszámra kérjük. A tettes ismeretlen jeligyőnek. A Hofi jutott eszembe, a Gézának nagyon zseniális mondása volt, egy irgalmatlan ramagy tévés, arra azt mondta, hogy ez ma akkor senki volt, amikor még volt valaki. Hofi, eredeti Hofi, úgyhogy. De jó! Szomszédai petíciót nyújtottak be egy Máté Szalkai asszony ellen, aki kínozza a kutyáit, meg a macskáit, Zolkó nevű kecskéjét pedig arra kényszeríti, hogy fotelból nézze a tévét. Én megszereztem a kecske feljegyzését. Szerda. Ma kicsit tovább aludtam. Így az 5.45-ös agrárvilágról lemaradtam. 8:30-kor tornáztam kicsit Norbival. Ettem egy kis füvet, és megkeltem a napra készig. Megmondom őszintén, nekem az Ekránú Nostiú és a Hrvácská Krónika nagyon tetszett. Keveset értettem belőle, de hát magyarul is keveset értek. Viszont megtudtam, hogyan élnek román és horvát társaim. Láttam, ütik, verik őket, hajtják ki a rétre. Én legalább itt ülök a melegben, finom fotelben, és tévét nézek. Ha nem is mindig jót. Az Európa felé és az Iskola utca 15:30-kor halálunalom volt. Viszont a Vízi zsarúk 10. rész, anya és fia, engem kifejezetten szórakoztatott. Nekem való. Azt hiszem, az emberek unják és marhaságnak találják, nekem tetszett. A Híradóra szerettem volna Erős Antóniára kapcsolni, sajnos itt nekünk nem jön. A Nem jogerősből egy szót se értettem. A Panoráma Járai Judit alatt megittam 2 üveg sört. Megkegtem még egy órácskát, aztán megvacsoráztam, salátát parlafűvel, és az ezredforduló alatt finoman elaludtam. Nagyon várom a holnapot, 15:10-kor füleházai román táncok lesznek az a kertben. Nem tudni, betartja-e valaki a múlt heti bírósági döntést, amellyel törvénytelennek minősítették Tordján József kizárását a frakcióból, illetve megsemmisítették az ügyrendi bizottság kisgazdapárti 2 új tagjának delegálásáról szóló országgyűlési határozatot. A kisgazdák egy része a pénteken külföldről hazatért Áder Jánostól várta az értelmezést. Debrecenben voltam, és a Hajdú-Bihajd naplóban olvastam Tordjáné dr. Csemálya nyilatkozatát, és azt mondta, hogy a Józsi olyan, mint egy római hadvezér, nem fogja a golyó. Az én Laci meg azt mondta, hogy a Tordján olyan, mint egy űrturista, azt mondta, hogy van tömege, de nincs súlya. Ilyen gyors ítéletet azt hiszem 57-ben hozott a Tucsek, nem? Ilyen fél óra alatt. Statáriális. Ez a Tordján, ez erre nem lehet fásolni, ez a Tordján. Ez a Tordján, ez a vízipók, ez egy csoda. Ez a Tordján, hát ez egy Tordján. Szokták mondani, hogy a macska mindig a talpára esik.
még akkor is, hogyha egy vajaskenyér van a hátán. De ilyet kitalálni, hogy bemész, hogy te vagy az alperes és a felperes, gyorsan megnyelsz, vagy elvesztesz magad ellen egy pert, és fél óra alatt megvan az ítélet. Szerintem ezek nézték a Etihadet, azt mondták, hogy játsszuk el. És bementek, kész helyet. Hát van, akinek fussa rá. Erre meg a liftre. A legnagyobb baj, hogy aminek a legkomolyabban kellene függetlennek és intaktnak maradni, az az igazságszolgáltatás, és egyre kevésbé lehet hinni, hogy ezek véletlenek, amik történnek. Mert miért nem véletlen az, hogy sétálsz a Mark utcába, bemész és egy fél óra alatt van egy ítéleted szóban, előteljesztve? Statárium volt abban a pillanatban, ismered ez? Jobbra is statárium volt, de nem, sehol nem most, itt statárium volt. Na minden. Na de azt értjük mi ezt, Juci. Én biológiában sose értettem a csigát, azt mondták rá, hogy himnős, tehát hogy ő egyedül elintézi. De hát ez is olyan volt, nem, hogy alperes, felperes, én vagyok mind a kettő. Nem egyedül intézi el, egymást intézik el egyszerre. És hol férfi, hol nő? Nem. A csiga hasonlata. A csigának van egy fiú része, és azt bedugja a másik csiga nő részébe, miközben ő a saját fiú részét visszadugja. Hát nem érted? Azt mondja a csiga, szétdugom magamat. Ilyen eset. Magyarország a családot leginkább tisztelő, leginkább fontosnak tartó népek sorába tartozik, és ezen belül is igen előkelő helyet foglal el, mondta Orbán Viktor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia találkozásán. A Neveléssel a családokért című konferencián azt is kijelentette, hogy amikor a magyar kormány azt teszi, amit tesz, akkor a történelem főutcáján halad. Csak a szemben a forgalomban. Akartam mondani, hogy még ezen az egyházi konferencián azt mondta az Orbán, hogy a család szétesése nemzeti tragédiához vezethet. Hát kinek a... Milyen család szétesése? Szabó család, vagy mit? Oniden. Ja, én kértem, doktor... Nagyon régi család. Oh, család én. Összes adó. Várja. De szépen szól még ma is. Nem tudjátok, mitől fáztam, mert a múlt héten mondtam. Igen. Ugye vettünk kocsit. Új kocsit vettünk. Na. Na. Jó, hogy hála Istennek. Lecseréltük. Majd ellopják azt is. Ezt nem. Olvastam, hogy ellopták a kutyádat. Igen, de azt nem cseréltük le. És ugye légkondi volt benne, és fújattam egész szalát. A hülyéje megérdemli, mert asztal körül kergettek a Dohány utcában, nem volt légkondi. Na jó. Mert azt nem a leghidegebbre kell állítani, és külön is úgy kell fújatni, hogy az ablakot fújja. Az igen, de ha nem a leghidegebbre állítom, akkor teljesen mindegy, mert ugyanúgy jön a meleg. Nem. De ami nem hideg, az meleg. Tudod, Juci? Te matematikus vagy. De... Van a langyos. Van a langyos. A langyosokat kiköpi az úr. Sándor Gyuri már megmondta, hogy úgy meleg vizet, hogy a langyosból kiöntjük a hideget. Dr. Habsburg Otto és felesége Regina főhercegné házasságkötésének 50. évfordulója alkalmából csütörtökön Szent Mise volt a Gödöllői kastélykápolnában, majd fogadást adtak a Grassalkovics kastélyban. Egyszer én is adtam fogadást, de elvesztettem. Én tessék, azért... ott volt a havar? Hol? Te ott ezen a fogadáson. Te ott voltál. Azt olvastuk. Te meg voltál hívva. Természetesen. Hát még különben. Hát jó van. És ott volt a havas? Nem véletlenül accsol, ugye? Beaccsolta magát a családba. Télen volt látogatóban a hócipőben, és nem volt fűtés. Nulla fokba ült ott, 89 éves, és rettegtünk, de elegáns lódem volt rajta. Hát féltünk, hogy egy ócska lódemben megfázik, de neccel volt bélelve. Egyébként óriási heten volt, mert most voltam ugye csütörtökön Dr. Habsburga, és múlt szombaton kivel ebédeltem. Tiszta havas, esküszöm neked. Hát ha azt mondod, hogy a havassal, akkor elájulok. Ferenc Jóskával, na is. Langyos, Dr. Kossuth Lajossal. Nyírbátori állatorvost így hívják, és vele ebédeltem. Azt mondd meg, miben voltál a Szent Misén? Tessék? Miben voltál? Kék zakúrán.
Hát ciki volt, mert a... Jevejendában. Elpusztult Lengyelországban egy fóka. No. Másfél kiló fémpénzt találtak a gyomrában. Az akváriumban éveken át nyelte a látogatók apró pénzét. Ennek alapján én a Szabadi Bélának is megnézném, hogy mi van a gyomrában. Gondolod, hogy neki is a hasára ment a jólét? Én játszottam is fókát. És milyen jó voltál, azt olvastam. Akarsz egy idézetet? Szeretném. Szegény Laki nevük, ezt látta volna, az vissza... Nagyon szépen kerestem. 12 részben volt, 6-ban volt fók. Szinkronfóka volt? Szinkron. Szépen menjünk tovább most megint. Mert... Ez olyan nehéz, mikor így elakadtok egy ilyen... Elfogytak az írásaid. Mi már unod? Már unod? Nagyon csütem. Persze, ismerik az ilyet. Lepihennék. Halá! Halál unod, mi? Hát most, én már fölki most... elmondtam, kész. Azért valljuk be, 3:45 van, nem? Annyi van? Szombat este 3:45. Önök is lefeküdnének. Aludj egy kicsit. Még akarjátok ezt? Feküdj le, aludj. Írok neked levelet, azt elküldöm majd. Most mindjárt. Csurka István bemutatta. Az én leletem megint. Annyi van, mint a rossz sepp, hát nem egyszer. Nekem megvan még fénymásolva is. Most mondd, hogy, tönkremedően 50-60 allergiád, még mindig van a 150, nem? Hát nem egy problémája. Csurka István bemutatta a miép 30... Én örülnék neki ennek a hírnek, soha nem érnénk a végére. Csurka István bemutatta... Híres... Hírás... hogy mindig beleszóljunk? Nem. Elneveztek rólad egy híres írót. Alonzo allergia, úgy hívják. Csurka István bemutatta a miép... Mert akármit mondsz... Nem fogsz tudni kijönni. Balázs Pali szolnoki koncertjén... Na, Csurka István bemutatta a miép 32 fővárosi... Balázs Pali szolnoki koncertjén nem tudta eljátszani a Shadows együttes régi híres számát. Ne, a Csurka bemutatta a Balázs Pali szolnoki koncertjén. Ne, Balázs Pali bemutatott a miép... Nem. Emil című. Én nem is... Balázs Palit a Csurkával. De a Balázs Peti gitározik, vagy mi van? Balázs Fecó. Csurka István bemutatta a miép 32 fővárosi országgyűlési képviselő jelöltjét. De mit vacsorázunk? Köztük van Balázs, már nem. Maradjál már egy picit, hát beszélgessünk. Szórakozom. Menjünk le a komédiát. Felnőtt komoly emberek vagyunk. Jöci, köztük van. Ne haragudj, mindjárt olvasd. Közt dobjad. Köztük van Demeter Ervin, titkosszolgálati miniszter édesapja. A kernek van, ne olvasd el más levelét, ne olvasd el más levelét. Ne olvasd, a kernek van, a kernek van, a kernek van. Valamint Nagy Feró. Mi van? Igen. Jó, menjünk tovább. Ez... A Demeter édesapja? A Nagy Feró. Nem. Személ a kernek. Azt kérdezte, megyünk a Lukácsba holnap. Hát persze, hogy megyünk. Hát de akkor? Hogy ne menni. Akkor a Demeter kinyomozza az apja nevét, mint a Dajs Tamásét? Ezt honnan veszed ezt a Demetert? Hát ott tartunk, hogy a Csurkának énekel a Nagy Feró, vagy valami. A Balázs Fecó, nem? Nem, Balázs Pali. Balázs Fecónak láttam egy műsorát a televízióban. De klassz volt. Kine? Balázs Fecó beszélgetett, azt már nem tudom. Na, az túlzás, ül mellette egy nő, aki beszélget, én neki csak négy. Jó estét kívánok, az ennyi volt. De ezt hogy tudod csinálni? Komolyan mondom, hogy egyet rántasz magadon, és más olyan vagy, mint egy másik ember. Hát, hiszen ebből élnék. Miért? Embertelen műsor, ezt komolyan mondom. Na, idézz belőle valamit. Homok a szélben. Ja, azért volt ott az államtitkár. Az volt ott, meg az Eszményi Vikike nagyon édesen énekelt, azt láttam. De honnan én nem tudom fogni a magyar egyet. Nálam valami nem jön be. Próbáld meg letapogatni. Nem jön be. Oda kell kapcsolni, de azt meg te nem akarod. Hát azt én nem akarod. Nálunk biztonságcsomag van, és abban nincsen. Gyerekek!
Egy dolog fog kisülni, így a végén tényleg most már én ezt látom, hogy a Jáksó gyakorlatilag tök fölösleges. Mi? Eldumálunk itt. Jövő héten lesz heti hatos. Hát tudom, hogy nem szabad visszatérni előzőire, de mint Orbán Viktor, eldolgozgatunk itt. És aztán, hogy kit küzdenek a menedzserek a fejünkre, az minden. Balázs Pali. Mi van? A Balázs Pali van. Ami a csurkával volt. Mi volt? Balázs Pali szolnoki koncertjén nem tudta eljátszani a Shadows együttes régi híres számát. Hát eddig se tudta ezt még életében. Nem volt utván elő. A fiatal szerelmesek dalát, mert a kutyája az öltözőben lerágta a gitárja húrjait. Valamit tudhat a kutya. Gyere, azt sem tudom, ki ez a Balázs Pali. Hát. Miért a John Lennont ismerted? Igen. Na, igen. Ott van, azt leismerted. Egyet, ma ki az inspekciós orvos? Azt hiszem, én vagyok, de... Valaki jöhetne hozzám. Tiszta dirihás. Vagy mi? Tiszta dirihás. Nem csinálunk 5 percet. Hagy mondjak egy, csak a gitár jutott eszembe. Érdekes, hogy egy ilyen... Én fölírok neked glicint. A tiroidon gondolkodom, azt ne szedd be egyszerre. Ebből vegyél, albumemből vegyél be naponta 3-at, jó? Igen. Album, és az koton az nekem tetszik. Az húzd a fejedre, lepekvét. Írd föl neki a banánizüt. Azt írd föl, azt szeretem. Itt van Cottonwood. Tehát ezt fejre, az aspet a hónod alá. Hogy az minden... milyen állapot? Menj el egy allergia kivizsgálat. Tudod, hol van. Várjál csak. Tudod, hol van Cottonwood? Miami Beach alatt van. Na most akkor 3x1-et a miből? Vagy? A mulberryt is próbáljuk ki, mulberry. Jó. A Népszabadság értesülés... Latexed van otthon? Van. Lasztexe van, lasztex. Azt mondják... Feszül rajta. De most már számítógépesek ezek a receptek, ugye? Nagyon szép el lehet olvasni. De lehetetek volna 10-20 éve gyógyszerészek? Vagy inkább betegek? Betegek. Én beteg vagyok bármikor. Na nem érted sose patikába, hogy esetleg véletlenül valami mást adnak neked? Nem, én benned megbízom. Én megmondom. Én egyszer, tehát én, ti már tudjai, hajlottátok. Volt egy orvos barátom, vagy van egy orvos barátom, azt tudja, hogy mindig fölmegyek hozzá a klinikára, és akkor mondom, hogy nagyon rossz vagyok. Mondjuk, hogy gyere édesem, tudom én, a hülyével. Akkor ettől oda mész, és mi? Most felírok neked egy hihetetlen dolgot, ez bemész szépen a gyógyszertába, kiváltás. Fél óra sem bejön. Fél óra, mondom neked. Megyek be, Erzsi néni gyerekkorom óta ismer, Pannonia utcai patika. Megyek be, és akkor mondom, rosszul vagyok, mama, fölvas, írd föl nekem. Azt mondja, igen, szórakozunk, Imikém, szórakozunk. Nem szó, nagyon rosszul vagyok. Igen, akkor olvass el. Olvasom. Igyál meg, b***d meg 2 konyakot. Próbáld ki te is, Andrus. Azt hitte, hogy magadtól nem jössz rá. Nem jöttem rá. A Népszabadság érte... Várjál, de akkor ezt 15%-a kapja a konyakot, vagy hogy? Ja, azt támogatjuk neki. Milyen jó lenne lassan már, azt támogatnád. A Népszabadság értesülése szerint júniusban tárgyalja a kormány az új tanúvédelmi szabályok tervezetét. Az elképzelések szerint az új szabályozás megteremtené a jogi lehetőséget a védett tanúk személyi azonosságának megváltoztatására. A különösen védett... Ugye? Köszönje, hagyd a francba az egész! Írjál föl egy csomó minden. Nem megy ez már. Az egészet, Laci, ezt válts ki. A különösen védett tanúk új nevet, új lakóhelyet és új múltat kapnának. Ez nagyon na szép. Most ez tényleg baromi jó. Azt nem tudom elképzelni, hogy ebbe a kis országba hova jó Istenbe dugják, ahol nem találják meg. Hova dugják? Hát ahol egyébként. Na de gondold el, hogy ahol ennyi besúg be... De hát tetszik, gondolj bele, hogy nálunk annyi politikusnak lett egészen új múltja. És lehet, hogy új arcot kapnak hozzá. Nem, és az új múltjából meg van új lakása is. De például a bajor bemegy tanúskodni, azt mondják, jó van. Miért pont én, Ferdi? Gálvölgyi bemegy. Gálvölgyi bemegy tanúskodni, azt mondják neki, adunk magának egy új nevet, akkor mit csinálsz? Hívjanak bajornak.
Gyimóti Géza maga kérte mentelmi jogának felfüggesztését Áder János házelnöktől. Mivel a megengedetnél nagyobb sebességgel 160 km-re haladt az autópályán, körülbelül három hónappal ezelőtt. Köszönöm. Mert Gyimóti megjegyezte, hogy utolérje a Tordján seggét. Gyimóti megjegyezte. Agárversenyen szoktak ilyen műnyulat. Műtorgyánokat. Gyimóti megjegyezte, jó látási viszonyok és balesetmentes körülmények között vezetett. Hát ez egy hülyeség, hát akkor hogy büntették? Én mit tőle? Hát ne ragudjál! Te mondod, hogy hülyeség, akkor még mi legyen? Hát mi? Hát miért miért? Hát hogy lehet megbüntetni valakit, ha jó látás? Teológiai értekezéseket nem fog írni a Gyimóti, ez biztos. Pistuka! Pistuka, hát ha valakit megbüntetek, akkor nem lehetnek jók a látási viszonyokban, akkor látja kell a rendőrt, nem? Bemérték őt, bemérték, azt nem olyan könnyű. Mikor bemértük már, aztán még mindig ott van a helyén. Hát hol, hogy mérték be? Hát a háromlábú izéval, nem? De mi, lent a föld alól, vagy mi? Mit tud? Hát Mucika, amilyen gyorsan ment, nem láttam. De hogy ő nem látta, hogy ott van valaki? Nálad mitől függ, hogy valaki... Ilyen marhára közel meglátni ezt? De a földati bunkerben, mint Rosszalamoszban az atomrobbantást, vagy mi? Hát nem lehet meglátni azt olyan baromira messziről, hogy ott bemérnek. Jucci, hogy az mitől függ, hogy nálad valaki mucikám vagy életem? Mi a különbség? Semmi. Semmi? Életem akkor azt hiszem, hogy akkor közelebb van a szívemhez. Igen, a mucikám akkor egy kicsit úgy gondolom, hogy lemaradt. Mucikám. Emlékszem, akkor mondtad? Na, lököm az igét, haverok. Kazaksztánban nagy divat, hogy a jobb oldalon... Kazaksztánban nagy divat, hogy a jobbmódú polgárok olajfestményt készítetnek magukról. Az ágaskodó lovon való pózolás a legnépszerűbb. Egy üzletember ragaszkodott hozzá, hogy miközben a képen nyargal, egyik kezében jól látható legyen mobiltelefonja. Azt hallottam, hogy a kazak törvények nagyon szigorúak, és nyargalás közben csak akkor lehet telefonálni, ha van a lovon kihangosító. Én is. Csináltatok. Van írva, hogy SMS mester, persze. Én is csináltatok képet magamról. Ez Bajor Imre pamutott gombóit egy 20 éves cicával. Azaz. A Danubius Rádióban a Jáksó Hátott Venni című műsorban lehet jegyeket... Ez nekegyetlen vagy, még dumáltunk volna egy kicsit, de órákat, de most már mindegy. Olyan fölugrálós, nem? Igen. Jegyeket kell, hát a fizet is hagyja. De milyen édes, kérjük itt most desszertet. Milyen édesség? Édesség, jelent a telefonszámunkat, tudnám ajánlani 061... Mit kérsz?